A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A nyilvános istentiszteletek március 8-ától azonban szünetelnek. Ahogyan az evangélikus és református istentiszteletek is az interneten lesznek közvetítve. Mindent az online térben kell áttennünk. Ez azt jelenti, hogy a különböző e, médiumokon keresztül nyilván elsősorban a Facebook csatornák, a YouTube csatornák és más videó, megosztó csatornák, amelyek főleg az élő adást e, lehetővé, tévő platformokként e, adnak kínálnak lehetőséget arra, hogy az istentiszteleteket így ezen keresztül tudják e, látogatni virtuálisan a gyülekezeti tagok. Az online áhítatok, igehirdetések bibliaórák már nem jelentenek újdonságot. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a fiatalok mellett az idősebb korosztály is alkalmazkodni tudott a változásokhoz. Tehát így én azt gondolom, hogy valamiért a, a, mi nekünk legalábbis az idősebbeket konkrétan célzottan ezekkel a tartalmakkal sikerült elérni. Az más kérdés, hogy talán ugye ők a legveszélyeztetettebb korosztály, és talán ők igénylik leginkább azt, hogy személyesen találkozzunk, és szerintem ők várják már a legjobban. Azt, hogy amellett, hogy a Facebookon vagy a Youtube-on megtekinthető istentiszteltek, igehirdetésekkel erősítik a lelküket, az életüket, amellett személyesen is tudjanak találkozni. Egymásról is természetesen velünk is. A személyes találkozással járó kapcsolattartás tehát nem, a telefonos lelki gondozás azonban bárki számára elérhető. Ilyen hívások egyébként természetesen történtek, de azt tapasztaltuk, hogy mivel a gyülekezetek egymással is tartják a kapcsolatot, és a másik tapasztalat az, hogy a kisebb közösségek a baráti közösségek, szomszédi közösségek, akik egyébként is közelebb voltak egymáshoz emberi kapcsolatok tekintetében, azoknak a közösségeknek a jelentősége és az értéke és a kapcsolati tőkéje is megnőtt. Ezekben a elzártabb, nehezebb időszakokban. A gyülekezetek bíznak abban, hogy az egészségügyi rendelkezések és az oltások megfelelő védelmet tudnak majd biztosítani a közösségi alkalmak megtartásához.